Általában 100-150 ezer forintot kért egy-egy hamis bizonyítványért a csaló férfi. Budapesten gyártotta illegális módon a közokiratokat egyszerű számítógéppel és tintasugaras nyomtatóval. Az ügyfeleket 4 másik vádlott szerezte neki, köztük egy görkönyi és egy pusztahencsei férfi. Az ügynek összesen 113 gyanúsítottja van, ugyanis azok is bűncselekményt követtek el, akik megvették a hamis iskolai bizonyítványokat. A járási ügyészség a korábban letartóztatásban volt a bűncselekmény sorozatot kitervelő hamisítóval, illetőleg társával, valamint a jelentős számú megrendelő közvetítésében közreműködő kumadarasi férfivel szemben börtönben végrehajtandó szabadságvesztés, pénzbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását szorgalmazza a paksi járásbíróságnál. Az ügyész azt is kéri a bírótól, hogy 17 millió forint értékben rendeljen el vagyonelkobzást a 3 fő vádlott esetében, ennyi pénzre ugyanis biztosan szert tettek a hamis bizonyítványok gyártásával és kereskedelmével. A többi vádlottal szemben az ügyészség szerepüktől függően, attól függően, hogy hány személy közvetítésében vettek részt, illetőleg, hogy megrendelők voltak-e, felfüggesztett szabadságvesztést, pénzbüntetést, illetőleg közérdekű munkát indítványozott. Az elsőrendű vádlott ellen összesen 145 rendbeli közokirat hamisítás miatt emeltek vádat.